Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz. Más sportszövetségekkel ellentétben a Nemzetközi Judo Szövetség nem hagyja, hogy az idei év komoly világverseny nélkül záruljon. A koronavírus járvány ellenére a budapesti októberi világkupa után megtartják a tavaszról elhalasztott Európa-bajnokságot is a cseh fővárosban, Prágában. Az európai judósok talán legfontosabb olimpiai kvalifikációs versenye lesz ez, melyen természetesen tatamira lép az atomerőmű két felnőtt válogatott versenyzője, Pupréka és Círjenics Miklós, akiket elkísér immár hivatalosan szövetségi edzőként klubedzőjük, a volt felnőtt világ és Európa bajnok Braun Ákos. A vírushelyzet súlyosbodása ide vagy oda, a Nemzetközi Judo Szövetség a budapesti világkupa után megrendezi a tavaszról elhalasztott prágai Európa bajnokságot. Két paksi válogatott csergáncsozó és ott lesz a cseh fővárosban zajló EB-n a tatamin. Círjenics Miklós és Pupréka felkészülése a lehetőségek közepette, azt mondják, jól sikerült, így kettőkkel kapcsolatosan várjuk a jó híreket. Esélyesek akár az éremszerzésre is, de olyan eredményre mindenképpen, amellyel közelebb kerülnek Prágában a jövő nyáron esedékes tókiói olimpiai kvalifikációhoz. Problémáink voltak azzal, hogy nem tudtunk külföldi partnerekkel készülni, de itt az utolsó pár hét az már azt gondolom, hogy elég jól sikerült, bár mindkét versenyzőnk küzdött kisebb-nagyobb sérülésekkel, de itt most a pár hétben voltunk Tatán, voltunk Ausztriában, illetve a Réka Budapesten, tudtunk küzdeni, úgyhogy elég jól is ment nekik, úgyhogy én bizakodó vagyok itt az Európa-bajnoksággal kapcsolatban. Hát azt gondolom, hogy mind a kettőben megvan az a lehetőség, hogy éremszerzésre képesek lehetnek az Európa-bajnokságon. A Grand Slam előtt hát ott sokkal rosszabb körülmények között készültünk, mert a Miki elkapta ezt a vírust, hetekig nem tudott edzeni, gyakorlatilag csak a verseny előtt egy pár napot tudott edzeni. A Rékával meg orvostól orvosra jártunk a térdével. Igen, tehát ezek azért mindenképpen befolyásolták a szereplésüket, de most ezek a tényezők szerencsére nincsenek, úgyhogy hát én remélem, hogy jól fog sikerülni az Európa-bajnokság. Az elutazás előtti napok egyik otthoni edzésének végén sikerült mikrofon végre kapni Pupréka-t. A 100 kg-osok között induló Círjenics Miklós éppen a fővárosban gyakorolt. Réka arra is gondot fordított, de nagyon, hogy a vírus elkerülése véget, amennyire csak lehet, elzárja magát a külvilágtól. Sajnos Pakson is elég sok a fertőzéses esetek száma, úgyhogy én nagyon figyelek, hogy ne nagyon kelljen sehova sem mennem, inkább csak az otthon és az edzés helyszíne között váltogatom a pozíciómat. Ha nagyon muszáj, akkor elugrom boltba, ugye, de ezen kívül tényleg figyelek arra, hogy ne menjek étterembe, cukrászdába, postára, ha nem nagyon kell menni, akkor egészségügyet ellátó központba sem menjek. A budapesti Grand Slamen, noha ezen a versenyen még nem volt egyáltalán rendben a térde, mutatott formája Rékának biztató volt az elveszített meccsek tükrében is. Egy számára kedvező sorsolásról is érdeklődtünk tőle. Igazából nem néztem meg a nevező listát, de így, ahogy gondolkodom, és ki lehet ott, ki lesz ott. Az orosz biztos szeretném elkerülni, ha a koszovói ott lesz a verseny, akkor őt is, de igazából, hogyha úgy hozza a sors, és mondjuk velük összekerülök még egy nem annyira kiemelt mérkőzésen, akkor is mindent bele fogok tenni, és hogyha mindent ki tudok hozni magamból, akkor őket is szerintem meg tudom verni. Ami nagyon pozitív volt, és eddig még nem annyira látszott, hogy erőben is egész jól kezdek felnőni a mezőnybe. Hogyha fejben összetudom magamat rakni az EB-re, akkor remélhetőleg minden jól fog sikerülni. Biztosan van elvárás, így a szememben még nem mondták, én szeretnék minél jobban szerepelni egy érmet, nagyon jó lenne elcsípni. Az említett budapesti Grand Slamen a sok edzés kihagyás ellenére hetedik, Círjenics Miklós is ezért, vagyis egy valamilyen színű éremért dolgozik hétről hétre,
Sokszor Braun Ákos, a volt felnőtt világ és Európa bajnok klubedzővel is tréningezett, aki szintén ott lesz a tatami szélén, és adja majd az utasításokat, főleg akkor, amikor mindkét tanítványa versenyez. Mind a kettőben megvan az a lehetőség, hogy éremszerzésre képesek lehetnek az Európa bajnokságon. A Grand Slam előtt hát ott sokkal rosszabb körülmények között készültünk, mert a Miki elkapta ezt a vírust, hetekig nem tudott edzeni, gyakorlatilag csak a verseny előtt egy pár napot tudott edzeni. A Rékával meg orvostól orvosra jártunk a térdével. Igen, tehát ezek azért mindenképpen befolyásolták a szereplésüket, de most ezek a tényezők szerencsére nincsenek, úgyhogy hát én remélem, hogy jól fog sikerülni az Európa-bajnokság. A mezőnyt így nagyon nehéz megítélni, hogy milyen lesz, mert most nagyon függ attól, hogy ki mennyire tudott készülni, tehát leginkább a lehetőségektől függ. Szövetségi edző vagyok, tehát a szövetségi kapitányok alatti szinten, úgyhogy én is utazom a csapattal, végig ott leszek az Európa-bajnokság ideje alatt, és hát a saját versenyzőinkhez, a paksi versenyzőkhöz én ülök be tanácsokat adni, bár ez olyan nagyon sokat nem jelent, igazából nekik kell megoldani a szőnyegen, de mindent hozzáteszünk, amit tudunk. Budapest után Prágára figyel a judó világa, ahol egy kiugróan jó eredmény akár önmagában is olimpiai részvételt hozhat egy-egy addig gyengébben szereplő, kevés pontot gyűjtő versenyző számára. Már régebb óta csalogatták Szekszárdra edzőként a pécsi Turi Zsoltot, akinek fia korábban már volt szekszárdi játékos, de eddig mindig valami közbe jött. A PMFC egykori ismert játékosának, hogy Szekszárdra szerződjön. Most azonban eljött az ideje ennek is, miután a kieső helyen álló UFC vezetése nem házon belül szeretné megoldani az edzőkérdést. Turi Zsoltra vár, hogy felhozza a szekszárdi UFC-t a tavaszi idényben, különösebb erősítés nélkül, a biztos bentmaradást jelentő helyek egyikére. A baranyai tréner nem fél a kihívástól, Szentlőrincen is hasonló volt a helyzet. Már régebb óta szóba került a pécsi MFC 80-as évekbeli sikercsapata kiváló középpályása Turi Zsoltnak edzőként történő szekszárdi szerződtetése. Így nem meglepő, hogy most, amikor a házi megoldásokban nem látott fantáziát a Kárpáti Zoltán vezette elnökség, és létrejött a Frigy. A Szentlőrinccel remek eredményeket elérő edző a PMFC MB2-es utánpótlásában tevékenykedett a szekszárdiak megkeresése előtt. Motiválja bizony a feladat, hogy megismételje, megvalósítsa azt, amit annó Szentlőrincen már egyszer sikerült, bentartotta a nehéz helyzetből kieső helyen álló együttest. Amikor a Szentlőrincen átvettem, ugyanebben a pozícióban volt a Szentlőrinc is. Én akkor se féltem a kihívástól, most se félek a kihívástól, bízom magamban, és legfőképpen a játékosokban, mert azért nagyrészt ismerem ezt a keretet. Ugye fiam éveken keresztül játszott itt, ennek függvényében ugye megvan az ismeretség, sőt egy csomó játékos azért játékosom is volt, akár Szentlőrincen, akár az utánpótlásban annak idején, igen. A fiad nem térhet vissza? Már nem néztem utána, hogy ő most hol van. De beszéltünk róla, hogy a télen esetleg visszahozni. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Fölvetődik a kérdés, szükség van-e az UFC téli megerősítésére ahhoz, hogy az MB2-es képességű és az MB1-es levezető játékosokkal teletűzdelt MB3-as mezőnyben, annak középcsoportjában a biztos bentmaradó 15. helyet meg tudja szerezni az UFC. Ezt beszéltük, hogy ha szükség lesz az erősítésre, akkor mindenképp megpróbálunk a keretek között mozogni. A lászposzt, hiányposztot? Igen, hát nem az, hogy hiányposzt, hanem nagyon sok a sérült, aki nem biztos, hogy vissza tud térni, főleg ebbe a rövid időszakba, ami az őszi szezonból vissza van. Aztán meglátjuk, hogy a felkészülésre kik azok, akik hatrafoghatók lesznek, és annak függvényében meglátjuk, hogy kell erősíteni. Jó, ez a kis szekszárdi kirándulás neked Pécsről, a PMSC utánpótlásából? Vágysz a felnőtt kis padra?
Én élveztem minden percét az utánpótlásnak. Tehát én ugye nagyon sokat töltöttem az utánpótlásba, és szeretek gyerekekkel foglalkozni, és élvezem is ezt a munkát, mert hogy gyorsabban és látványosabban lehet fejlődést mutatni olyan szempontból, hogy a játékba előrelépni, és ráadásul a PMSC-n ugye egy kiemelt korosztályt kaptam ugye minden évben, amióta ott vagyok, úgyhogy de a felnőtt futball egy kicsit más, ott mindig rizikósabb a történet, ott mindig eredményt kell produkálni. Ha nincs eredmény, akkor nem vagy jó edző, ha eredményes vagy, akkor meg jó edző vagy. A védelem stabilitása bizony aktuális feladat lesz térre. A középpályán és elől az új edző szerint adottak a felemelkedéshez szükséges alapemberek. Nem biztos, hogy csatárposzton kell nekünk erősíteni. Én úgy gondolom, hogy a Mayer Milán is jó megoldás, de ott van a Péter Anti, aki ugye sérült most. Tehát csatárposzton nem állunk rosszul, én szerintem. Jó képességű labdarúgók vannak. Most, hogyha a szélső támadóinkat nézzük, akár a Németh Kristóf, akár a Királyházi Bence, vagy a Fejes Áron, tehát én úgy gondolom, hogy bármelyik MB3-as klubban megállnák a helyüket. Egy a lényeg, hogy stabilabban kell futballoznunk, nem szabad felelőtlen gólokat kapni, és elől pedig pontosabban lejátszani a végjátékot, amiből gólokat tudunk szerezni. Az új edzővel, ha nyögvenyelősen is, de megszerezte a sereghajtó utolsó majos otthonában a 3 pontot a bajban levő 18. helyen álló szekszárdi UFC, ám a rákövetkező hazai mérkőzésen az erős középcsapatnak számító Monor ellen még kísértett bizony nagyon a múlt, a szekszárdi csapat ugyanis hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett. A motorsport legfőképpen a cross kedvelőinek igen kedves zarándok helyévé vált Zomba az elmúlt 2-3 évben. Az itt kialakított pálya, a versenyek hangulata távoli országrészekből is vonzotta a motorosokat, akik a sportág mostoha helyzetében csak ritkán jutnak versenyzési lehetőséghez. Az első és másodosztály crossosai is felfedezték Zombát, de ennél is lényegesebb, hogy Langer Józsefék a hátországot tudták megszólítani, akiknek alig van lehetőségük és legfőképpen bátorságuk ilyen szintű versenyeken elindulni. A sportág országos vezetése is odafigyel Zombára, mint új sportági fellegvárra, és ennek is betudható, hogy a Motorsport Szövetség vezetése kinevezte a napokban Langer Józsefet, a Zombai Motoros Klub elnökét, az 5-tagú országos motocross szakbizottság vezetőjének. A Zombai Motorsport Egyesület eddigi tevékenysége, a fiatalokat összegyűjtő és egyben versenyszervező ereje a koronavírus idején is megmutatkozott. Folytatódott az idén is a Délmész Kupa, ami zombai találmány, háromfordulós és ma már országos versenynek tekinthető, aminek egyik helyszíne Zomba. Ezen kívül még kétszer bőgtek fel a motorok a zombai pályán, egy különleges endurocross és egy hagyományos versenyen. Elkezdtünk egy ilyen kis amatőr vonalon megindulni, és úgy néz ki, tehát hogy a maga az országban is, tehát egy 2-3-4 év azért láthatsz egy némi javulást, tehát anyagilag, mint az embereknek több idejük lett ebben kicsit foglalkozni, lett pénzük venni motorokat, és ezeket az embereket úgymond megszólítottuk, tehát csináltunk nekik egy ilyen kis amatőr versenyeket, amik úgymond pozitívan jöttek ki. Tehát először kezdtük itt Zombán, utána visszajött ez a régi délkupának a hangulata, amit átvittünk ebbe a DLMX-é. Tehát a DLMX az is csak egy rövidítés, tehát Dél Motocross, tehát a Dél, illetve a DLMX. És elég sokan már kísérgetik az országos versenyekre, jövögetnek. Tehát én úgy látom, hogyha nem is mindig az utánpótlást a gyerekektől kell kezdeni, hanem inkább az amatőrök, inkább azok a lelkes amatőrök, őket kell szerintem bevonzani ebben, és majd önnekik jönnek a gyerekeik, az utódaik, és akkor így fog szerintem fennmaradni ez a magyar motorsport. Ennek kitűnő eszköze volt a nyári, a maga nemében különleges, még több amatőrt megszólító verseny, amikor békebeli Simpsonokkal, rigamopedekkel, utcai motorosok csapatokba verődve kötelezően 8 órán át köröztek a zombai pályán.
szintén egy meghívásos versenyen. Egy Bonyhádi fiúk által jött ez az ötlet, bár én is korábban már gondolkoztam ezen, hogy mi lenne, de hát azért kellett ez egy bizonyos párfő, aki odaáll és szeretné csinálni szívvel, lélekkel. Ez igen, tehát ezért ebbe tettünk is, tehát a pályánkat jól előkészítjük. Kell ez a jó pár elvetemült ember, aki a kis Simpsonjával, vagy például mi is egy ilyen rigával, meg bánatom tudja, milyen motorokkal el nem indultunk ott. De hát azért ez is a motorozásnak a szeretete. Tehát ők is motorosok, még hogyha csak ilyen összeverbúvált motorokkal, vagy esetleg amit a KGST legyártott, és azért motorozni ezek ilyen terepen 8 órát, azért az kemény dolog. Az idén záró versenyükön is nagy volt az érdeklődés, minden jellemző számottevő géposztályban zajlottak versenyek. Néhány figyelemre méltó új generációs tehetség is fölbukkant a portfelhő lovagok között. Nekem is a fiam motorozik, tehát a motorja az látható is a háttérben, ő is itt van, de attól függetlenül vannak, tehát a tolnai tehetségünk, a Kismárk, ugyebár őt elvitte a HTS, őkben is azért reménykedünk, sőt idén már láttuk Marosi Dávidot is újra motorozni, de szerintem ő neki még marad ez a hobbi része, mert ő neki a munkája lett az első, de azért vannak azért Tolna megyében, tehát nem kell logóra mondani, hogy itt nincs motocross, mert rengeteg van, sőt mondhatom, hogy Dél-Magyarország legnagyobb egyesület, azok mi vagyunk, sőt még zombaiak is, ráadásul sokan vagyunk. Langer József sportágépítő eddigi munkájának elismeréseként nem akármilyen pozícióban részesült a napokban, mit felettébb jóleső érzéssel fogadott. Őt nevezte ki ugyanis az Országos Motorsport Szövetség a Motocross Szakági Bizottsága 5-tagú vezetőségének élére. Már fejében a jelenlegi versenyrendszer megreformálásának terve, és szeretné, ha kinőne néhány német Kornélhoz hasonló nagy versenyző is a magyar motocross hírnevét öregbítendő. Valószínűleg egy 5-fordulós nagy magyar bajnokságot szeretnénk létrehozni, és a többi versenyeken, tehát maga a kupák, akiket úgy jobban fel szeretnénk karolni, hogy ott igen, ott legyen tömeg, ott jöjjenek motorosok, ott többféle kategóriákban tudnak menni, de viszont a magyar motocross OB-t az, amit nagyon szeretnénk felhozni. Tehát igen, az az 5 verseny, az nagyon komoly legyen, nagyon jó pilótákkal, és ott igenis eljön az amatőr is, a harmadosztály, a másodosztály is összemérje az erejét az első osztályokkal, hiszen nagy magyar bajnokságot akarunk, amiben nem lesz más, csak az, hogy itt húzni kell a gázt. Tekintettel arra, hogy az infrastruktúra bővítése lehetőségének hiányában zombán az eddiginél nagyobb versenyeket nem lehet rendezni. Ez a kis ékszerdobozként is emlegetett pálya megmarad annak, ami eddig volt, tehetségkutatást és felfedezést szolgáló kiemelt versenyek helyszínének. Ismerve a hiánypótló szerepét a magyar motocross jelenlegi helyzetében, ez sem kevés. Lejátszotta első zárt kapus mérkőzését a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A Deac elleni szoros, fordulatos, jó mérkőzés a Hajrában dőlt el, ezúttal a vendégek javára. A fehérmezes PVSK Veolia zárt kapus mérkőzésen fogadta a feketében játszó Deac együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben. Nem sokkal a meccs előtt derült ki, hogy a debreceniek vezetőedzője Kovács Adrián pozitív koronavírus tesztet produkált, így nem ülhetett le a padra a Lauber Dezső sportcsarnokban. A vendégtrénert Angelko Mandic helyettesítette a találkozón, amit ők kezdtek jobban. Az első 10 percben a debreceni 27 ponttal szemben ugyanis a házigazdák 19-et dobtak. Az már a második negyed legelején látszott, hogy a pécsi védekezés feszesebb lesz, azonban elől továbbra is sok hibával játszott Dragan Alexic együttese. Aztán izgalmassá vált a mérkőzés, ugyanis feljavult támadásban a pécsi csapat, és 47-48-as állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben szoros volt a küzdelem, de mindkét 10 percet a vendégek nyerték. A találkozó végeredménye PVSK Veolia Deac 91-102.
Congratulations for Debrecen. Gratulálok a Debrecennek, megmutatták képességeiket, hogy milyen erősek. Minden poszton vannak ütőképes játékosaik, akik el tudják dönteni a mérkőzést. Tartottuk a ritmusukat 38 percig. Az utolsó két percben elfáradtunk, elfogyott az erőnk, és ez ma nem fér bele, mert a vendégek ezt kihasználták. Láttuk, hogy mit kell csinálnunk, hova kell fejlődnünk. Még egyszer gratulálok a Debrecennek és az én játékosaimnak is. Jó meccs volt. Először is szeretnék gratulálni a Debrecennek, egy nagyon erős kerettel rendelkezik, de nekik is adottak nehézségeik, ugye az edző se tudott velük tartani, ennek ellenére egy jó meccset sikerült játszunk. Nehézkesen kezdtünk, de ahogy teltek a percek, sikerült felvennünk a ritmust. Ez a meccs végére sajnos kicsit összeomlott, de ennek ellenére egy jó mérkőzés sikerült játszunk. Gratulálnak mind a két csapatnak, egy ilyen küzdő meccs volt. Mennyire volt így minőségileg jó, nem tudom. Ugye sok pontot dobtunk, mink is a Bécs is nyilván, de ugye mink dobtunk 100 pontot, az azt jelenti, hogy a támadásunk nem volt rossz, de amivel kaptunk 91-et, vagy az a támadás, vagyis a védekezésünk nem volt jó. Szerintem lehet, hogy egy picivel agresszívabbak voltunk ilyen ott a végjátékban, valamit mind bedobtunk a Pécs kiadott, tehát nem volt itt, ez nem is reális különbség ez a 10 pont, szerintem, de megint mondom, gratulálok a srácoknak. Most mondom, nem jó formában vagyunk, az egyértelmű, de ez ilyen komoly küzdéssel, jó hozzáállással megoldottuk a dolgot. De igazából én tényleg ezt a győzelmet a Kovács Adriánnak szánnám, nem én, hanem a srácok is, mert biztos, hogy nem volt neki egyszerű ott nézni a meccset a tévén, de meg ugye jobbulás neki, minél hamarabb jöjjön vissza, tehát neki szántuk ezt a meccset. Fontos győzelem, most megyünk ugye szünetre, és remélem, hogy mindenki utána egészséges lesz. A Deac csapatnál, meg az összes többi csapatnál is, hogy a bajnokság így ilyen kicsit jobb formába menjen. Gratulálok először is a Pécsnek, nagyon szépen felkészültek a védekezésünk ellen az ő saját támadásukkal, kihúztak minket, mondhatnám, hogy oktattak sokszor, megmutatkozott a végén a két csapat közti állománybeli különbség, de hogy is fogalmazzak, ez kevés lesz. Örülök, hogy nyertünk, és még egyszer gratulálok a Pécsnek, mert szerintem nagyon jó úton haladnak ők is. Idén rendhagyó módon a paraúszóknak az épekkel együtt rendezik majd az országos bajnokságot. A PSN ZRT úszószakosztályát nem érte váratlanul a helyzet, hiszen itt már korábban megvalósult az integráció. Olyan fiatal, tehetséges, ép és fogyatékkal élő úszók készülnek az egyesület színeiben, mint Kenderesi Tamás, Jászó Ádám, Konkoly Zsófia és Iván Bence. A versenyengedéllyel rendelkező sportolók egyébként a korlátozások ideje alatt is használhatják az uszodákat. Iván Bence első paralimpiájára készül. A világ és Európa bajnoki ezüstérmes sportoló 2021-ben Tokióban is szeretne dobogóra állni. Az idei év nem csak a felkészülés szempontjából rendhagyó, hanem azért is, mert nem rendezik meg a paraúszók országos bajnokságát. Helyette a Magyar Úszószövetségtől lehetőséget kaptak a fogyatékkal élő sportolók arra, hogy a decemberi felnőtt magyar bajnokság előfutamában indulhassanak. Hát örültünk neki ennek a lehetőségnek, hogy elintézték, hogy úszassunk az épek között. Ez egy kisebb motiváció erre a következő 3 hétre, hogy jól felkészüljünk, és egy jót ússzunk. Meglátjuk, mit hoz majd. De örülünk neki, hogy végre versenyezhetünk, de nem parások között, hanem az épek között, de azért ez jó lesz számunkra. A 200 vegyes 100 mell a két főszám, amit kell javítani. Vegyesen a hátúszás kell még összeraknunk egy kicsit jövőre, de hát meglátjuk mindent, megpróbálunk most egyéni csúcsot úszni, megpróbálok itt az OB-n, aztán meglátjuk, mit hoz majd.
Pécsett az országban elsők között indult meg a paraúszó utánpótlás program, melynek célja, hogy minél több fogyatékkal élő fiatal tudjon a sport által kiteljesedni. De a PSN ZRT úszó szakosztályánál nem csak a fogyatékkal élő versenyzők mutatkoztak már be a nemzetközi mezőnyben, hanem az épp sportolók is, mint az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás, vagy az ifjú tehetség Jászó Ádám. A hétvégi serdülő és ifjúsági országos bajnokságon jó eredményt elért versenyzők pihenőt kaptak, Kenderesi Tamás pedig épp edzőtáborozik a válogatottal. Szerencsére ezek a korlátozások a versenysportot nem érintik, tehát a kormányrendelet értelmében az igazolással rendelkező sportolóknak az edzéseik folytatódhatnak. Hát nyilván sajnos a tanfolyamtól meg kellett válnunk, de a sportolókkal továbbra is készülünk. A felnőtt országos bajnokság lesz, ami a legfontosabb, és ugye lesz egy régiós bajnokság, ahol három korosztály fog majd most szerepelni. Hétvégén most ugye a serdülő és az ifjúsági korosztálynak volt összebomba a bajnokság, hát rendkívüli intézkedések voltak, ugye a döntőket most nem lehetett megtartani, délelőtt csak a serdülők, délután az ifik álltak rajtkőre, 11 gyerekkel vettünk részt, hát a legkiemelkedőbb eredmény az a válogatottunktól vártuk, ugye Jászó Ádámtól, aki ezt teljesítette is, hiszen 8 számból 7 szám, tehát 7 versenyszámba érmet szerzett, 50 háton országos bajnok lett, úgyhogy rendkívül jól szerepelt, mondhatom, nagyon jó időket úszott. A serdülőknél ugye dupla korosztályos értékelés van, sajnos most mi a fiatalabb korosztályt képviseltük, de itt kiemelném Hartman Mátét, aki a 480-1500 méter gyorsan rendkívül jó időket úszott, és hajszállal maradt el dobogótól az idősebb korosztályba. Szakmailag is támogatják, valamint a továbbtanulásban is segítik ezentúl a tehetséges úszókat, annak a megállapodásnak köszönhetően, amit a közelmúltban írtak alá Pécsett. Ez egy közös szakmai megállapodás és közös szakmai munka, ami egyértelműen azt segíti elő, hogy a PSN ZRT úszószakosztály vidéki viszonylatban is megerősödjön szakmailag, és mindenféle más vonatkozásban, akár az utánpótlás nevelésbe gondolkodunk. Az egyetem, illetve az egyetemi úszoda ebben szeretne segítséget nyújtani. Az úszótanfolyami rendszerünkből kikerülő gyermekek továbbra is a PSN ZRT úszószakosztályába fognak kerülni, illetve aki nem az úszást választja, akár a vízilabdázás, szinkronúszás, sorolhatnék más vizes sportágakat is. Hiszem és vallom, hogy egy egységes úszótanfolyami rendszer nélkül a versenysport nem fog előrébb jutni. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha továbbra is a korábbiakhoz hasonlóan tudnánk olyan úszótanfolyamon kikerülő gyerekeket biztosítani a szakosztálynak, akikből később országos bajnokok lesznek majd. De ez a segítség, ez kiterjed például a laboratóriumi munkákra, a kutató munkákra, illetve olyan szakmai segítségre, ami napjainkban a vírus időszakban akut és aktuális, hiszen nagyon sok olyan úszóversenyző van, akinek az egész éves felkészülési programja borult, akár ciklusokat, makrociklusokat, bármi mást nézünk, edzéselméleti alapokon, elméletben és valamilyen módon ezt a segítséget szeretnénk úgy adni, hogy a gyakorlatban ez alkalmazható legyen. Az együttműködésnek köszönhetően olyan fiatal tehetséges ép és fogyatékkal élő úszókat támogatnak, mint Kenderesi Tamás, Jászó Ádám, Konkoly Zsófia és Iván Bence. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!